Vezető európai politikusok és tábornokok most egy NATO-Oroszország háború rémképével fenyegetik az európai közvéleményt. Kievi vezetők azt állítják, hogy a békére csak akkor van esély, ha Oroszország kivonul Ukrajnából, háborús kártérítést fizet a pusztításokért és lemond az atomfegyvereiről. Blinken szerint az atomháború kevésbé veszélyes, mint a klímaváltozás. Medvegyev szerint viszont egy olyan világra nincs szükség, amelyben nincs ott Oroszország. És hogyha ez bekövetkezne, akkor a világ megérett a pusztulásra. Sajnos az orosz közülemény döntő többsége így gondolkodik erről. Vajon hova vezet a háborús pszichózis erősítése? Vajon hova tart az európai gazdaság? Képesek vagyunk-e megvédeni magunkat? Akarják-e az európai emberek megvédeni az országaikat? Már több mint egymillióan láttátok a specialista eddigi részeit. Nagyon szépen köszönjük a bizalmat. Ha a továbbiakban is érdekelnek benneteket a világ külpolitikai, geopolitikai és katonapolitikai kérdései, akkor arra kérlek benneteket, iratkozatok fel a Patriótára. A NATO katonai vezetés azt mondta, hogy föl kell készülni egy NATO-orosz háborúra. Pontosan ezt mondták a sajtótájékoztatón. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. That's why we are preparing for a conflict with with russia and the terror groups if it comes to it steadfast defender 24 will be the largest nato exercise in decades with participation from approximately 90000 forces from all 31 allies plus our good partner sweden. Két éve Az elmúlt két év során ilyen jellegű megnyilatkozásokat már nagyon sokat hallhattunk. De a megelőző időszakokhoz képest most annyiban változott a helyzet, hogy előzőleg nyugdíjazott tábornokok tették ezeket a kijelentéseket, majd utána folyamatosan erősödtek ezek a hangok, és egyre inkább hivatalban lévő tisztségviselőktől hallhattuk mindezeket. Nemrégiben Boris Prisztórius-tól hasonlót hallhattunk, hasonlót hallhattunk Boris Rúgétól, aki Stoltenbergnek az első számú segítője. Ő azt állította, hogy 2014 óta a NATO valójában az Oroszországgal való konfliktusra készül fel. Annak idején, körülbelül másfél évvel ezelőtt, Merck Kensian, nyugalmazott amerikai tengerészgyalogos halezeres katonai szakértő, felvetette, hogy amikor ő megvizsgálta az Ukrajnának küldött fegyvereknek az összetételét, és utána megnézte, hogy az Egyesült Államok milyen típusú fegyverekkel kezdi pótolni, milyen megrendeléseket adott le a nagy fegyvergyáraknak, akkor arra a megállapításra jutott, hogy hiába Akkoriban ugyanis a, a kínai veszély volt az elsődleges, azt kellett hangoztatni, hogy nem látja benne azokat a fegyver összetevőket, amit Kína ellen lehetne használni, hogy a, a fegyverkészletek sokkal inkább hasonlítanak egy olyan háborúhoz szükséges eszközkészletre, ami egy nagy szárazföldi háborút jelentene Oroszországgal. Tehát ő már másfél évvel ezelőtt nagyon egyértelműen úgy látta, hogy célzottan olyan eszközkészleteket kezdenek megrendelni, amelyek az Oroszországgal vívott háborúhoz szükségesek lennének. És akkor, amikor azt látjuk, hogy politikusok és katonák körülbelül mindig ugyanazokat a... Nyilatkozatokat teszik, akkor azt kell mondanunk, hogy amikor ilyen nyilatkozatokat tesznek, akkor döntő részében valakinek a politikai igényeit elégítik ki. Nemrégiben ugye a, a britek kijelentették azt, hogy valójában Nagy-Britannia már több országgal is háború előtti állapotban áll, és arra kell neki felkészülni is. Beszéltek oroszokról, beszéltek Yemenről, beszéltek Észak-Koreáról, és úgy tűnik, hogy ezt nagyon komolyan gondolták, bár nem nagyon tudjuk, hogy igazából mire, hiszen a brit hadsereg nincs olyan állapotban, hogy bárhol komoly tényezőnek és ez még az amerikai vélemények szerint is így van. Egy 31 országos, 90 ezer fős katonai gyakorlat milyen politikai hatást válthat ki? Az oroszok azt gondolják mindenről, hogy ez az óriási nagy NATO gyakorlat, valójában a hidegháborús gyakorlatot veszi elő. De ne felejtsük el, hogy 2018-ban az oroszok is tartottak egy nagy gyakorlatot, ahol több százer katonát mozgósítottak, és ehhez képest ez a 90 ezer katona nem tűnik túl soknak. A másik nagyon fontos kérdés, hogy vajon ez mire elég? Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a NATO majd a keleti szárnyat körülbelül 300 ezer katonával fogja erősíteni, és nyugati katonák fognak érkezni annak érdekében, hogy a keleti országok valamilyen úton, módon védelmet élvezhessenek. Már csak egy nagy kérdés kell tudnunk megválaszolni, hogy valójában Európa és a nyugat képes-e megvívni egy háborút Oroszországgal, a, ennek megvannak-e a gazdasági összetevői, tehát képes-e átállni egy háborús gazdálkodásra, vagy pedig a lakosság akar-e harcolni Oroszország ellen. A politika látható módon Davoszi találkozó után abba az irányba megy tovább, hogy mindenképpen folytatni kell a háborút. Zelenszky olyan békekövetelésekkel állt elő, amit valószínűleg az oroszok nem fognak tudni teljesíteni, és a meglátása pedig az, hogy ők most azért állnak rosszul, mert a nyugat nem tud annyi eszköz gyártani, ami elegendő lenne Oroszország legyőzéséhez. Ezért nem véletlen, hogy Scholztól elkezdve Zelenszkijig mindenki az európai országokat ostorozza annak érdekében, hogy minél több és több fegyvert gyártsanak az elkövetkező időszakban is. Ha már háborús gazdaságról beszélünk, nemrég volt egy tanulmány, ami azt állította, hogy olyan orosz harci eszközökben, amiket kilőttek Ukrajnára, vagy elfogtak az ukránok, 250 nyugati cégtől találtak ezekben alkatrészeket. Akkor most a nyugati cégek szállítanak az orosz hadiparnak is? Becslések szerint legalább 3 milliárd dollár értékben szereztek be az oroszok nyugati eszközöket annak érdekében, hogy felépítsék ezeket a fegyverrendszereket, és több ezer olyan alkatrészt vásároltak nyugatról, amelyek elméletleg ugye tiltó listán voltak. És amikor azt látjuk, hogy mondjuk most nem régiben az Egyesült Államok emírségekben lévő vállalatokat bünteti az Egyesült Államok azért, mert orosz olajat szállítanak át nyugatra. Ne felejtsük el, hogy közben az Egyesült Államoknak a hadserege a dízelt egyenesen egy milliárd dollárért Oroszországból vásárolta meg. Azt látjuk, hogy az Egyesült Államoknak bizonyos cégei, bizonyos állami szervei még nem építettek le bizonyos struktúrákat, miközben a szövetségesektől pedig azt várják, hogy pillanatszerűen, mint egy ollóval, azonnal vágják el ezeket a kapcsolatokat, anélkül, hogy felépítették volna az ezek pótlására szükséges csatornákat. Ennek az a következménye, hogy senki nem gondolja, hogy ezt olyan gyorsan kellene végrehajtani, az a bizonyos szövetségesi fegyelem, amit szeretne az Egyesült Államok a a többiektől az valójában nem valósul meg, és az oroszokkal történő üzletkötés úgy tűnik, hogy még mindenki számára elég nagy hasznot hajt ahhoz, hogy ezeket az intézkedéseket megkerüljék. Nemrégiben kijöttek azok az adatok, amelyek azt mutatják, hogy Oroszország körülbelül 3-3,5%-kal növelte a gazdaságának a méretét az elmúlt egy évben, miközben azt láthatjuk, hogy a kijövő friss európai adatokban pedig Európának egy stagnáló állapota látszódik erőteljesebben az IPA, ipar kezdett el gyengülni. Már a nagy baloldali szervezetek is jelzik, hogy ezzel óriási problémák vannak, rengeteg ember el fogja veszíteni a munkahelyét, úgy tűnik, hogy új adókat kell majd bevezetni, a fejlesztésekre igazából nem jut pénz, mi közben az oroszok óriási mennyiségű pénzt investáltak bele, főleg a hadiparnak a fejlesztésébe, vannak olyan elemzők, akik azt állítják, hogy ez egy időleges előny, de túlfűtötték a gazdaságukat, és ennek majd a következő években meg lesznek a súlyosabb Hogyha ő nekik igazuk van, akkor az az európai gazdaság, amely meg folyamatosan csökken, akkor az egy erősödő fegyverkezéssel vajon hova fog jutni, hogyha Oroszország egy erősödő gazdasággal, egy erősödő fegyverkezéssel úgy tűnik, hogy majd a végén a mélyben találja magát. Itt érdemes pár dolgot azért helyreigazítani. Nagyon sokszor látjuk a nyugati kommentárokban azt, hogy hát semmi probléma nincs, ennyi lakosa van a globális nyugatnak, ilyen erős gazdasága van, ennyi GDP-je van, nem lehet szó arról, hogy igazából komoly ellenfélként jelentkezzen az Orosz Föderáció. Azt tudnunk kell, hogy a háborús gazdaságnál nem nagyon számít a nominális GDP. Sőt, még a vásárlóerő paritáson mért GDP-vel kapcsolatban is azért vannak kételyek, hogy az annyira komolyan kellene a számításokat venni, hanem sokkal fontosabb a gazdaságnak a belső szerkezete. Akkor, amikor egy hidegháborús vagy egy háborús időszak kialakul, akkor sokkal inkább az számít, hogy mekkora termelő kapacitása az adott országnak. Ezért is nagyon fontos, hogy a német ipar valamilyen úton módon túlélje mindazokat az állapotokat, amelyek most jelen pillanatban Európában vannak, mert Európának a jövőbeli vezető szerepének elsődleges forrása a német technológiában és a német iparban rejlik. Az európai hadipar egyébként hogyan? Hiszen néhány hónapja, jól emlékszem, októberben még arról szóltak a hírek, hogy volt egymillió tüzérségi lőszer, amit az európai politikusok ígértek, hogy leszállítanak Ukrajnának, idén márciusig. Ez le lesz szállítva? És hogyha nem, akkor igazából mi hibádzik? Hogyan lehet úgy felkészülni, mondjuk egy olyan típusú háborúra, egy NATO-orosz háborúra, amiről az elején beszéltünk, hogy közben nincs meg mögötte az európai hadipari kapacitás, a termelés, a készletezés és a többi. Sok minden hiányzik. Az egyik például maga a, termelő kapacitások hiányoznak. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a hidegháború után azok az üzemek például, amelyek a nagyűrűméretű méretű tüzérségi lőszereket gyártották, ez nyugaton kb. 60 ilyen üzem volt, ezek bezártak, és ebből egy-kettő működik most, amelyik megpróbálna ezeket a készleteket felfuttatni. Az, hogy ezeket a gyártás bővítsék az egyik pillanatról a másikra nem nagyon fog Tudni menni. A másik a szakember hiány is látszik, hogy azok az emberek, akik ebben a, ezeknek a fejlesztésével foglalkoztak, akik a termelésben részt vettek, ezek eltűntek. A korábbi időszakokban nem így nézett ki, a nagyipari komplexumok pillanatok alatt át tudtak állni akár hadipari kapacitásoknak a bővítésére, és mind keleten, mind nyugaton azok a szakemberek, akik ezekben a gyárakban dolgoztak, be is gyakorolták ennek az átállásnak a, a folyamatát. Tehát voltak olyan időszakok, amikor átállították a, a gyártósorokat más típusú termékeknek a, a, fejlesztésére. Sőt, annyira komolyan gondolta mindenki, akkoriban, például Magyarországon is, hogy például amikor megépítettek egy hidat, euh, akkor úgy tervezték meg, hogy azt a robbantófészket eleve beletervezték a hídba, hogy ha egy háborús helyzet esetén ezt fel kellene robbantani, mert hogy meg kell akadályozni az ellenség mozgását az egyik partról a másikra, akkor már meg legyen az a pont, ahol a lehető legkevesebb a robbanóanyaggal leghatékonyabban el lehet pusztítani mondjuk egy ilyen jellegű építményt saját magunk által. Tehát a, a társadalmak ez a típusú felkészültsége, ez nincs meg. Az, hogy több évre való gabonával, élelmiszerrel, konzervekkel, lőszerrel, hadianyaggal, harcjárművekkel, harckocsikkal, repülő állományjal rendelkezenek, ez most jelen pillanatban nem létezik. Emellett pedig van még egy nagyon fontos tényező, maga az emberi tényező is. Európában az emberek nem annyira szeretnének harcolni. A különböző kimutatások azt mutatják, hogy Marokkóban, Pakisztánban az emberek döntő többsége hajlandó lenne harcolni a saját országáért, és elképesztő módon Európa a kontinensek közül az, ahol legkevésbé jellemző az, hogy elkötelezettek lennének a saját országai kapcsán. Hollandiában körülbelül egy 2015-ös tanulmány szerint 15%-uk lenne hajlandó megvédeni az országot, de ennél is van gyengébb teljesítmény, méghozzá Japán, ahol a japán lakosság 11%-a lenne hajlandó a saját országáért harcolni. Elgondolkoztatóak az adatok, a a magyarok ebben egyfajta középmezőnyben találhatóak, hasonló számokat mutatnak, mint a környékbeli országok. Minél nyugatabbra megyünk a számok, annál kisebbek, és minél keletebbre megyünk a számok, pedig annál nagyobbak. Még egy másik fontos érdekesség az, hogy az a megfigyelés, hogy a fiatal generációk inkább háború pártiak, kicsit úgy gondolják, hogy a számítógépes asztalok mögül kellene ezt a háborút majd megvívni. Van a fejükben egy elképzelés egy elvi nato amelyik majd harcolni fog. Nehezen tudják elképzelni, hogy ezeknek a hadseregeknek majd ők kellene, hogy alkossák a magját. Ráadásul ugye nyugaton az is egy érdekes dolog, hogy a fiataloknak a döntő többsége most már valahonnan érkezett első-második generációs migrációk, családokból származik. Itt is egy nagy kérdés, hogy ezek a fiatalok, akik más vallások követői, vagy esetleg szélsőséges csoportokat misztifikálnak, és azokat emelnek a magasba, hogy ezek mennyire lennének hajlandóak mondjuk Európáért harcolni. És mellette pedig azt tudjuk mondani, hogy ezek a fiatalok, akik Katonai szolgálattal korábban nem találkoztak, háborúpártiak, szerintük valaki másnak kellene majd megvédeni őket, de azt pontosan nem tudják, hogy, hogy kicsodák, ők maguk nem nagyon akarnának harcolni ezekért az országokért. Még magyar felmérések is azt mutatják, hogy például azok a férfiak, akik valaha valamilyen katonai szolgálatot elláttak, azok között háromszor nagyobb az aránya az országot megvédeni akaróknak. Vagyis úgy tűnik, hogy akik valaha találkoztak katonai szolgálattal, mégis inkább hűségesek a saját ország ha beszéltünk készletezésről, hogyha nincsen meg az a lőszer tartalék, amit át lehet adni Ukrajnában, vagy amivel meg lehet védeni a saját országainkat, akkor legalább megvan az a termelési kapacitás, amiről beszélsz, hogy át lehet állítani. Nemrégiben a szlovák vezetés arról beszélt, hogy annak következtében, hogy elküldték a fegyvereket Ukrajnába, igazából nem maradt légvédelmük és nem maradt légierejük. És hogy hiába voltak a nyugati ígéretek, hogy ezeket majd hogy fogják modern eszközökkel pótolni, ez nem következett be. Érdekesek például az amerikai elemzések azzal kapcsolatban, hogy hol tartanak a britek, a franciák. Ugye még a háború kirobbanásának az első időszakában azt lehetett mondani, hogy Franciaországnak és Nagy-Britanniának kb. egy 8-napra való háborús készlete van a különböző fontos lőszerfajtákból és a rakétákból. Azóta ezek a készletek jelentősen csökkentek a Ukrajnába való szállításoknak a következtében, és vannak olyan amerikai jellemzők, akik szerint például a briteknél lehet, hogy csak két órára való készlet maradt meg az elmúlt időszakban, miközben azért vannak olyanok, hogy 8 napra, 30 napra való készletek alá vannak olyan szabályozók, nem is engednék, hogy bármikor bekövetkezzen egy ilyen jellegű állapot. Tehát úgy tűnik, hogy van egy nagy hangzavar, ami egyfajta háborús pszichózis próbál kelteni, de mögötte nem látjuk a, azokat az a eredményeket, azokat az erőket, amelyekre alkalmasak lennének a britek esetében. Soha nem volt olyan kicsi a brit haderő, mint most, és a britek is, a franciák is, a németek is, az amerikaiak is toborzási válsággal küzdenek, döntő részében nem tudják pótolni azokat a katonákat, akik nyugdíjba mennek, megbetegszenek, nem tudják feltölteni ezeket a sorokat, és még inkább elgondolkodható, hogy az ukrán-orosz konfliktusnak a kirobbanása után, például Romániában és Németországban, a katonák közül nagyon sokan úgy gondolták, hogy ők nem erre a katonai szolgálatra gondoltak. Ha az európai termelés nagy függ az importtól, és megnézzünk kicsit tágabb területeket, más régiókat is, azt látjuk, hogy a kereskedelmi, fő hajózási kereskedelmi útvonalakat, legyen szó energiáról, alapanyagokról, azokat most támadják rakétákkal a Huszik Jemenben. Azért, mert azt mondják, hogy az a szállítmány valószínűleg Izraelbe megy. Ennek elkerülése véget elkezdődtek szárazföldi szállítások az arab félszigeten keresztül, több arab ország engedi, hogy a hajók náluk kössenek ki, és utána szárazföldön szállítsanak Izraelbe akkor most kikivel van? fontos kérdés, hogy vajon kikivel van, amikor arról beszéltünk, hogy a, ha az európai gazdaság vergődik, miközben az orosz pedig növekszik, akkor feltehetjük az egyszerű kérdést, hogy a szankciók valójában ki céloztak meg elsősorban. És ugyanekkor feltehetjük azt a kérdést, hogy jó, a Ukrajnán, vagy Kelet-Európán, vagy a Fekete-tengeren keresztül érkező különböző nyersanyagok, vagy energiaforrásoknak a lezárásával valójában kit büntettek meg elsősorban. Ha közben pedig azt látjuk, hogy lezáródik a Vörös-tengeren keresztül érkező szállítási útvonal is, ami megint csak elsősorban Európát érinti, akkor megint csak el kell gondolkodnunk azon, hogy valójában mi is történik itt körülöttünk. A huszik teljesen elkötelezettek, ők azt mondták, hogy ő nekik mindegy, hogy kitámadja őket, vagy milyen légicsapások érik őket, ők továbbra is kitartanak a korábbi elképzeléseik mellett, és azért is kell őket nagyjából komolyan venni, mert egy több mint 200 főt számláló, amúgy nagy harci tapasztalatokkal rend rendelkező szervezetről van szó, akik már a korábbi években bemutatták, megmutatták, hogy képesek voltak szaudi létesítményeket támadni, az Alamkónak a létesítményről beszélek, vagy akár például az Egyesült Arab Emirátusokban például a reptereket támadni a rakétáikkal. És most is úgy látszik, hogy bár a rakétáknak a döntő többségét ki tudták lőni, ennek ellenére voltak olyan eszközök, amelyek becsapódtak amerikai vagy izraeli kötődésű hajókba, és ennek következtében a nagy biztosítótársaságok 70-szeresére emelték fel a biztosítási költségeket, akik ezen az útvonalon szeretnének tovább haladni. Ez ugye azt eredményez, hogy meg kell kerülni a jó reménységfokot egész Afrikát, és ez növelni fogja majd a szállítási időt, és természetesen az Árakat is. Úgy tűnik, hogy Európa egy súlyos energiaválság elé néz, mert azokon az útvonalakon, ahonnan be kellene, hogy érkezzenek ezek a termékek, ezek mindenhol támadás alatt vannak. Bidenék nemrégiben azt jelezték, hogy akkor ők, ha kell, nagyobb nyílt végű konfliktust is megkockáztatnak Jemenben, vagyis, hogy egy új háborús szinteret próbálnak nyitni, és attól a pillanattól fogva, amikor a belgák, a németek és más európai országok is jelezték, hogy ők ebben a úgynevezett rendfenntartó erőben részt szeretnének venni, ez tovább fogja majd bővíteni a huszik által megcélzott hajóknak a számát. Ők ugye jelezték, hogy azok az országok, akik ebben nem vesznek részt, azoknak a hajóit átengedik ezen a szorosan. Minél többen fognak részt venni például az európai országok közül ebben a konfliktusban, annál kevésbé lesznek azok az országok és a hozzájuk köthető hajuk biztonságban ebben a térségben. Az európai gazdaságok össze vannak kötve? Uh -huh. Az amerikai gazdasággal is össze vagyunk kötve. Ha nem érkezik az import, vagy drágul az import, azért mert hosszabb útvonalon jönnek, nagyobb áron lehet őket beszerezni, akkor hogyan lesz itt bármilyen hadipar, háborús felkészülés? Hát ezek a nagy kérdések. Most nemrégiben a britek odáig jutottak el, hogy leállították az utolsó nagy kohóikat. Azt tudni kell, hogy ha egy kohót leállítunk, akkor azt nem indítjuk újra, azt újra kell tudni építeni és helyette acéltermékeket korábbi használt anyagokból próbálnak gyártani. Ők lettek az első olyan G20-as ország, aki nem rendelkezik olyan kapacitással, hogy nyersanyagokból tudna acélt termelni. Az egészben az is egy érdekes kérdés, hogy amúgy egy indiai tulajdonú, hogy a Tata nevezetű cég volt az, amelyik birtokolta azt a Velszi üzemet, amelyik az utolsó nagy termelő kapacitással rendelkező ilyen üzem volt az Egyesült Királyságban. Egyes elemzők szerint a cél az, hogy Európa ilyen jellegű kapacitásokkal ne tudjon rendelkezni. Ennek következtében pedig ezeket az eszközöket, ezeket a termékeket, ezeket a fegyvereket, ezeket a lőszereket az Egyesült Államokból kell majd beszerezni, olyan áron, amilyen áron ők kínálni fogják. Úgy tűnik, hogy a szankciók sokkal inkább érintették az európai gazdaságot, mint Oroszországot. A novemberi adatok szerint majdnem 6%-kal csökkent az európai ipar termelékenysége. A szakszervezeti vezetők szerint Európa ipartalanítása jó úton halad. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy nagyon sok ember fogja elveszíteni a munkahelyét. Az európai ipar versenyképessége folyamatosan csökken. A gyárak átköltöznek a tengerentúra, az amerikai és a kínai állam is óriási kedvezménnyel támogatja az oda településüket. Az Európai Unió ezzel szemben továbbra is csak megszorításokat tervez, és úgy tűnik, hogy a fejlesztésekre semmi pénz nem marad. Ha megnézzük a mezőgazdasági szektort, vagy éppen a gazdatüntetéseket Romániában vagy Németországban, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ha így folytatjuk tovább, akkor lehet, hogy élelmiszerválsággal is kell majd szembenéznünk. Az új francia külügyminiszter nemrégiben azt állította, hogy ha Európa hagyja, hogy Oroszország nyerjen Ukrajnában, akkor az oroszok ráteszik a kezüket a Gabona kivitel 30%-ára, és élelmiszerrel zsalóhatják Európát. Nehéz idők elő nézni. Bohár Dani nemrégiben Németországban járt, és a német gazdatüntetésekre egy önálló nagy videót is készített. Ne hagyjátok ki! Remélem a specialistának ez a része is tetszett. Ha igen, iratkozzatok fel a Patriótára, és kommentben írjátok meg, hogy mit gondoltok erről.